Azon túl, hogy ma játszódik, abban különbözik, hogy van benne legalább 6 olyan jelenet a darabban szereplő személyek miatt, ami az eredetiben nincs. Ugye ott nem látjuk a gyerekeket, a Szofoklésznál nem látjuk, a Jókásztét is alig látjuk, tehát mások az arányok teljes mértékben. De közben megkapjuk a teljes sztorit, a szofoklészi történetet, vagy a mitológiai történetet, csak egy mai köntösbe, és ehhez hozzájárul az, hogy mindenkinek nagyon kemény és nagyon világos sorsa van ebben. Egy választás utolsó napján vagyunk, a választási eredmények kihirdetése előtt körülbelül 2 órával. Csináltunk egy egész kampányt Oidipusznak, van is az a pártja neve, hogy OIT. Egy olyan szerveződésnek a vezetője és karizmatikus figurája, aki gyakorlatilag politikailag a semmiből jön, és ezért is veszélyes. A választás végére kapcsolódunk be a történetbe, a legvégére. Egy 2 éves komoly kampány előz meg, ami miatt apaként egy kicsit talán figyelmet venni, illetve bizonyos értelemben, és nem csak szó szerint, de ő is egy gyerek, aki nagyon szenvedélyes és nagyon ambiciózus abban, amit csinál. Bizonyos értelemben radikális, méghozzá úgy, hogy mindent szeretne teljesen kitisztítani, tehát nagyon, nagyon korrekt szeretne lenni, nagyon őszintén igazul szeretne kormányozni, ami a politika jellegéből adódóan nem mindig célra vezető. Tehát ebből vannak konfliktusai. Az első adatok, eddig jó! Helyes! Nem tudom, hová tettem. Azt kérdezd meg, hogy hány százalékos feldolgozottság vagy valami. Egy felmérés hitelesít, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy aki az exit-polnál nyert, az általában tényleg nyert. Tehát az a 199-szer. Mondják, ha rosszul tudom. Rosszul tudom. Akkor mit javasolnak, mit mondjuk? Akkor itt legyen az exit for, és arra érvényes a 34%, ugye? Nem. Azért magukkal se könnyű. Márpedig a szerelem, annak a biztos tudása. Apa, ha ez most annak a sztorinak a felvezetése, hogy hogyan találkoztatok, és hogy nagyon kevés ember előtt kellett volna beszélet mondani, és már épp le akartad fújni, amikor anya odajött. Odajött hozzád, és elkezdett beszélni, és már bemutatkozás. Mindketten tudtátok azonnal, a legelső pillanatban, és anya, ő hívott meg életedben. Életed első igazán, drága testvére. Sem aludtatok, csak beszéltetek, egész korábban. Hát igazából elég sietős volt találnunk egy szállodai szobában. De senki nem kíváncsi vagyok. Ez az eredet történeszed drága. Jókásztő életében nem a gyerekei a legfontosabbak. A férje a legfontosabb. Tehát az Oidipusszal egy olyan erős kapocs van közöttük, ami tényleg egy olyan, mint egy gömb, amiben nagyon nehéz másnak beférni. Ezen a gömbön még eddig a történésig nem volt sehol repedés, vagy bármi kitüremkedés, és ezt kezd el talán repedezni, illetve kiderül, hogy nem reped meg, csak másképp ők nem tudnak tovább létezni.